Szeretettel köszöntelek a Karcag Jobbik televízió nézői nevébe. Egy olyan helyszínen vagyunk, ami emblematikus a Jobbiknak is, és egyébként az egész magyar történelemnek, a Korvin köz. A Korvin mozi előtt állunk. Az utóbbi időben a kultúra és a mozik terén történt egy olyan dolog, ami fölkeltette az emberek érdeklődését. Ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Simon Peresznek elhíresült a mondása, hogy felvásárolják Magyarországot. Ahogy Pongrácz Gergely fogalmazott, kimentek a tankok, de bejöttek a bankok. Ma már egészen máshogy vívjuk a szabadságharcainkat, és egészen máshogy akarnak megszállni, gyarmatosítani minket. Hiszen ez a Simon Pereszi felvásárlás, ez bizony még a magyar filmipar területén is jelentkezett, ugyanis tavaly vált nyilvánossá, hogy a Cinema City International, ez a nemzetközi, finoman szóval, de leginkább izraeli székhelyű moziipari vállalat felvásárolja a Peres Cinemas hálózatát, így Magyarországon egy 80-90% közötti monopolhelyzetbe kerültek. Pontos számot nem tudunk, mert nincs hivatalos minisztériumi kimutatás, nincs erre vonatkozóan szükséges kormányrendelet, miniszteri rendelet, amely ezt a nyilvántartást megkövetelné. Így tulajdonképpen különböző internetes honlapokról, például a port.hu és egyéb oldalakról kell kibogarásznunk, hogy hány mozi is van jelenleg Magyarországon, és milyen tulajdonban vannak. Ami a legmodernebb multiplex mozikat illeti, ott már 90% körüli az izraeli túlsúly, izraeli tulajdoni túlsúly, és mi nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy mondjuk Tel Avivból mondják meg, hogy mit lehessen Magyarországon a mozikban vetíteni. Ugyan ma, amikor nem nagyon készülnek sajnos magyar filmek, ez még sajnos, de nem egy nagy probléma, viszont bízunk benne, hogy előbb-utóbb készülnek olyan akár történelmi magyar filmek, akár egy jó akciófilm a Rongyosgárda küzdelmeiből, vagy a Pozsonyi csatából, ami viszont félő, hogy már nem fognak mozira beengedni, vagy kellő mennyiségben játszani, ezért indokolt lenne, hogy ezt a monopol helyzetet megszüntessük. A Magyar Producerek Szövetsége a gazdasági versenyhivatalnál a fúzió után panasszal is ért, azonban az évi 15 milliárd forintos forgalmi limit alá esik egy hajszál hiány ez az egész izraeli monopólium, és Magyarországon legalábbis, és épp ezért nem vizsgálta a gazdasági versenyhivatal, mi ezért egy átfogó törvénymódosító javaslattal ezt is orvosolni kívánjuk. Mivel az egész szektornak az éves forgalma körülbelül 15 milliárd forint szerintünk, ezért forgalomra való tekintet nélkül kellene minden egyes fúziót vizsgálni, mert ez a monopól helyzet ez nem megengedhető. És látható, hogy több esetben vissza is él, például azzal a bizonyos vászonhasználati díjjal, ami hasonlít a multinacionális kereskedelmi cégek által kitalált polcdíjhoz, ugyanis ahogy korábban a magyar termékeknek ugye kellett fizetni egyáltalán azért, hogy a polcokra kerülhessenek, úgy az utóbbi időszakban kitalálta ez az izraeli mozicég, hogy ahhoz, hogy egyáltalán a vászonra kerüljenek, vászonhasználati díjat kell fizetni, méghozzá vásznanként, nem is mozinként, tehát vetítőtermenként tulajdonképpen. Ez egy körülbelül 500 eurós, azaz olyan 140 ezer forintos díj, amit vásznanként kell kifizetni, és ez rendkívül megterheli, főleg az alacsonyabb költségvetésű magyar filmet. A monopól helyzethez járul még, hogy az egyik legjelentősebb hazai forgalmazónak, a Forum Hungary-nek is, a filmforgalmazónak is, a Cinema City International a tulajdonosa, így gyakorolva még nagyobb, még nyomasztóbb piaci fölényt, amelyel ugye vissza is élnek, mint láthatjuk, például ezzel a vászonhasználati díj kivetésével, ami alapvetően a magyar filmeket sújtja, és különböző kiskapuk miatt a nemzetközi nagy hollywoodi produkciókat pedig általában nem. És hát a Mozgókép Közalapítvány felelőtlen gazdálkodása mellett ez a monopól helyzet az, ami tulajdonképpen csődbe sodorta, végveszélybe legalábbis a magyar filmipart. Mi ezen szeretnénk változtatni, annál is inkább, mert az igényesebb filmeket is játszó művészmozik, ezek az artmozi hálózat, ez egyre inkább a megszűnés szélére sodródik. 2011-ben 11 ilyen mozi zárt be, köztünk hazánk legrégebbi vetítőhelyisége az Európa mozi. És a legmagasabb két magyar legmagasabb nézettségű film is két dokumentumfilm lett, mindössze körülbelül 20 ezer körüli nézőszámmal. Tehát ez rendkívül alacsony, és ezért szeretnénk ezzel a monopól helyzeten változtatni. Na most a plázák kétségkívül előnyben vannak a
művészmozikkal szemben, már csak azért is, mert a rendkívül alacsony bérleti díjak, amit ott fizetniük kell a moziknak, hiszen vevőcsalogató jellege is van egy mozinak egy különböző plázákban, ezért előnyben vannak ezek a vetítő helyiségek, ugyanakkor azt látjuk, hogy igényes filmeket ott jóval kisebb arányban játszanak. Ezért köteleznénk őket arra, hogy magyar filmeket is mutassanak be. Mi azt gondoljuk, hogy a 10%-os arány az reálisnak mondható, hogy 10%-nyi magyar filmet legyenek kötelesek bemutatniuk, és ez bizony ez az arányszáma vetítés számokban is meg kellene jelenjen a multiplexek esetében, ráadásul különböző idősávokban is, tehát nem lehet csak azt, hogy beteszik a délelőtti vetítési időpontokban a magyar filmeket, hanem itt nagyon szigorú kvótarendszert javaslunk, amivel a filmtörvényt módosítani kellene, hiszen a magyar filmek támogatására szükség van. Magyarországon egyébként a Bethlen kormány különadót vetett ki a külföldi filmekre, a Gömbös kormány pedig ezen javaslattal megegyező mértékű kvótát állapított meg. Mi ezért ezekhez a történelmi eszközökhöz is javaslunk nyúlni. Ami az anyagi vonzatot jelenti, mi a magyar filmek jegyeivel kapcsolatos áfát szeretnénk eltörölni, tehát áfamentessé szeretnénk tenni a magyar filmek jegyeit. Amennyiben pedig az Európai Unió ugyebár ez ellen kifogást emelne, hiszen 5%-os áfát minimum kötelező, akkor legalább ebben azt gondolom megegyezhetünk, bár talán ha az Unióból sikerülne kilépnünk, akkor ez sem jelenthet a jövőben akadályt például. Szükségesnek tartunk tehát több törvényt is megváltoztatni, annak érdekében, hogy megmentsük a magyar filmipart, és emellett természetesen örülnék, hogyha a költségvetési módosító javaslatunkat is megfogadnák, miszerint kellene történelmi tematikájú filmeket gyártani, hiszen rendkívül gazdag történelmünk van, méghozzá nagyon sok olyan ünnepünk is lehetne, amelyekről állami megemlékezések nincsenek, történelemkönyvek sem írnak, például a Rongyosgárdáról és a Pozsonyi csatáról. Talán ezt a két témát tudjuk a leginkább a forgatókönyvíróknak is a figyelmébe ajánlani, mint ahogy megtettük azt már Andy Vajnának is, hogy támogassanak ilyen filmeket. Koltai Gábor a sorozatos megalázások után már nem is próbálkozik egyelőre, de bízunk benne, hogy kellő kormányzati szándék után őt is fel lehet kérni adott esetben, ahogy korábban is kitűnő témaválasztásai voltak, a Szakrakoronával, a Honfoglalással és több filmjével mutatta, hogy bizony lehet itt jó filmeket forgatni, csak nagyobb költségvetésre volna ahhoz szükség, hiszen az ő filmei is rendkívül alacsony költségvetéssel készültek. Az erre vonatkozó törvénymódosító javaslatunkat, amely nem egy plusz támogatást biztosított volna erre a célra, csupán a közmédiumoknak a több 10 milliárd forintjából rámutattunk volna egy 2 milliárd forintra, hogy ezt céltámogatásként erre kell fordítsák, ezt leszavazták. Pedig egy 2 milliárd forintot javasoltunk csak, amennyit elköltöttek a Marslakók című nézhetetlen szappanoperára is. Mi azt mondjuk, hogy inkább ehelyett szabjuk meg kötelező feladatul a közszolgálati médiának ilyen filmgyártást is, tehát nem nézhetetlen szappanoperákat, hanem akár történelmi izgalmas akció filmeket készítsenek, vagy filmsorozatot adott esetben, és 2 milliárd forintot ezért tartottunk szükségesnek elkülöníteni. Annál is inkább, mert a közmédiumok több 10 milliárd forintja felett jelenleg a 3x3-as ügynök Böröc István rendelkezik tulajdonképpen. Ő bábáskodik, basáskodik e felett a pénz felett. Mi ezért szeretnénk, hogyha egy iránymutatást adna a Magyar Országgyűlés. Ezt a javaslatunkat azonban egyelőre leszavazták. Magyar filmek így egyelőre nem készülnek, de bízunk benne, hogy ezen tudunk változtatni, és hogyha ez megtörténik, addig is elő kell készíteni a magyar mozi helyzetet. Nagy örömmel jelentem be végül, hogy a Corvin mozi egyelőre úgy tűnik, hogy megmenekült. Már sokan nem is tudták, hogy veszélyben van, hiszen a színfalak mögött a háttérben zajlott az előkészítése annak, hogy az egyik utolsó még magyar tulajdonban, közvetve a fővárosi önkormányzat tulajdonában, a Budapest film kezelésében lévő Corvin mozit át akartak játszani a már így is 90%-os monopól helyzetben lévő Cinema City International-nak. Ez az izraeli cég akarta rátenni a kezét, és az üzemeltetését át akarták adni ennek a műemlék mozinak. Azt gondolom, hogy részben tiltakozásunk hatására is, részben mert anyagilag nem tudtak megegyezni, hála Istennek, de a Budapest film kezelésében maradhat több más művész mozi mellett a Corvin filmpalota is tulajdonképpen. Mi bízunk benne, hogy ez a műemléképület akár részben múzeumként, ahogy az arra vonatkozó javaslatok már napvilágot láttak, de mindenképp moziként is a fiatalok számára is egy továbbra is egy forgalmas cél közönségként
megmaradna, hiszen ez talán az utolsó olyan bástyája, modern bástyája a művészmozik mellett a budapesti mozi hálózatnak, ami még magyar tulajdonban van, és reméljük, hogy abban is fog maradni. Köszönöm szépen. Annyit mindenféleképpen szeretnék még kérdezni, hogy nyilván a mozi és a filmipar az elsősorban a szórakoztatást szolgálja. A szórakoztatóipar része. De azt is tudjuk, hogy a kultúrának egy igen fontos szegmense, a kultúrának azon része, amivel lehet befolyásolni az embereknek a gondolkodásmódját, a tudatiságát. Itt ebben az esetben nagyon fontos ezt fönntartani és megtartani. Ha a kormányzói pozícióba kerül a Jobbik, azaz Jobbik kormány lesz Magyarországon, mennyi erőt fordítanának erre a célra és erre a feladatra? Ahogy kezdtem is beszélgetésünket, ma már máshogy hívjuk a szabadságharcainkat, adott esetben egy kulturális szabadságharc az is, amit hirdetünk, akár az adventi keresztállítással, akár a Földi Róbert leváltásának szorgalmazásával, akár a filmszínházak megmentése érdekében, amilyen törvénymódosító javaslatokat benyújtunk. Egy nagyon precíz átfogó törvénycsomagról van szó, amit ha most le is söpörnek várhatóan olvasatlanul, a Jobbik kormányra kerülés esetén már csak elő kell húzni ezeket a kész kidolgozott, jogalkotásilag tökéletesen előkészített javaslatokat, és gyorsan tudunk, azt gondolom, segítségére sietni a magyar filmiparnak, hiszen évek óta például stagnál a magyar filmgyártás helyzete, és eleve is csak a magyar filmgyártással foglalkozott, annak a problémáit próbálta megoldani a jelenlegi kormányzat, még a visszásságok közepette is, de a film forgalmazással egyáltalán nem foglalkozott. Mi ezzel is szeretnénk foglalkozni, tehát azt gondoljuk, hogy az igényes szórakoztatást kell megteremteni, ami adott esetben igenis összekapcsolható a kultúrával is, akár úgy, hogy egy moziba ellátogató fiatalok egy ilyen összekapcsolt intézményben esetleg egy 56-os múzeumot is megtekintenének, akár úgy, hogy a filmekben lehetne értékesebb témákat választani. Mi ezért javasoljuk, akár nem dokumentumfilm, hanem játékfilm, vagy akár egy izgalmas akciófilm formájában a történelmi dicső múltbéli eseményeket feldolgozni, hiszen megvannak a saját hőseink, nem kell mindig külföldre fordulni, tehát a magyar önérzetet, az, hogy a fiatalok büszkébben, bátrabban nézzenek szembe a kor kihívásaival, és próbáljanak meg itthon boldogulni, azt valahol így fiatalkorban itt kell kezdeni, hogy gyökeret eresszenek, és jól érezzék magukat. Tehát azt gondolom, hogy az igényes szórakoztatást kell megteremteni, hogy a kultúrában is találjanak örömet, tehát nem egy poros avit formában, hanem rendkívül modern formában a szórakozást összekapcsolva, azt gondolom, a kultúrával. Ezen a területen lesz mit fejlesztenünk a kormányra kerülésünk esetén is. Köszönöm szépen az interjút. Nem kis feladatot az, amit vállalnak, képviselő úr. Jó munkát, sok sikert kívánok hozzá, és kitartást. Köszönöm szépen, és adjon az Isten szebb jövőt mindnyájunknak, és bízunk benne, hogy a kormányra kerülésünk esetén is még ez a mozi, ez a műemlékhely itt fog maradni, és nem pedig holmi pláza körébe utalják és integrálják, mert azért számunkra ez tényleg szent hely, és nem csak minden október 23-án szeretünk ide eljönni, hanem akár hétvégéken is, ahogy most is nagyon sok fiatal fog itt kikapcsolódással lenni. Bízunk benne, hogy majd még a mi gyerekeinknek is ez egy hasonló szórakozó hely maradhat.